Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai jelszónk Bonis Bona Dissere, jótól jót tanulni. Vendégem pedig Nagy Judit, a Szabad Színház és a Színtér Egyesület vezetője. Témánk pedig Bonis Bona Nemzet Tehetségeiért díj elismerés, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott át nemrégiben. És ugye ez a köznevelési intézmények pedagógusai, szakoktatói, a felsőoktatásban dolgozó oktató és civil szervezetek tehetséggondozói számára írták ki. Gratulálok! Köszönöm szépen, én a tehetségfejlesztő kategóriában kaptam meg ezt a díjat, és hát többszörös generációkkal terhelten, mert ugye én foglalkozom kisiskolásokkal is, középiskolásokkal is, és a felsőoktatásban. Nos, még annyit ezt idézett, mert hogy az Emmy laudációjából a színjátszásban, oktatásban és a média területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkező szakember fáradhatatlanul szervezi a Szabad Színház munkáját, ezen belül pedig jó érzékkel választja ki a tehetségeket a társulat gyermekcsoportjában. Hát igen, ez volt a hivatalos dicséret, illetve az elismeréshez járó szöveg. Mi viszont kell, hogy beszélgessünk a Szabad Színházról, hiszen ez nem olyan egyszerű, hogy csak prikulicsokból áll ez a történet, mert én nemrégiben mondtam, amikor olvastam a hírt, hogy én prikulicsnak tekintem az első felnőtt színészt is, aki betéved adott esetben az igézőbe, mert hogy valahol el kell kezdeni. Ugye te azt nyilatkoztad egyszer, nem is olyan régen, hogy a színház egy eszköz, a fő cél a közösségfejlesztés. Így van, én ezt is vallom, hiszen településmenedzserként is szeretek tevékenykedni, nem csak Székesfehérváron, hanem a Pannon városokban, hiszen e tárgyban jelent is meg könyvem, és ezeket a kutatásokat tovább folytatom, a társadalmi innovációkat, és ennek pedig az összes társadalmi innovációnak tulajdonképpen az alapja a közösségfejlesztés, és én olyan esetpéldákat keresek, vagy alkalmazok éppen, vagy dolgozok ki más városokban is adaptálható módon, amely éppen a művészet eszközeivel történő közösségfejlesztés. Ez nem csalás, nem ámítás, meg lehet nézni az igéző statisztikáit is, hogy az elmúlt 5 évben hány főről hány főre emelkedett a nézőközönség száma, és akik eljönnek egyszer, kétszer, háromszor, azok már egymással nagyobb valószínűséggel találkoznak, beszélgetnek, és akkor megbeszélnek újabb lehetőségeket, újabb programokat, más programokat is kitalálnak, más programokon is találkoznak, legyen az akár egy bábszínházi előadás, például egy családok esetében, vagy akár egy varró szakkör, vagy pedig egy tábor. Hát eddig Velencén a Timóteus házban, a református egyházközség melletti kis házban voltak a táboraink, most az idén Agárdon leszünk, de az ott lévő Pápai Szabó György tiszteletes úr meg is jegyezte minden egyes nyáron, amikor látta, hogy a szülők is becsatlakoznak este egy kis kürtős kalácsütésre vagy szalonnasütésre, hogy na hát Judit, ez az igazi közösségfejlesztés, vagy én itt csak egy csomó élénk gyereket látok egész nap, hogy foglalkoztok vele, este meg megjelenik a szülő, és elkezdenek egymással beszélgetni. Azt mondja, ezt nagyon irigylem tőletek. Tehát tényleg így van, hogy a közösségfejlesztés az valahol itt kezdődik, hogy valamilyen tevékenység mentén, és akkor kialakulnak a különböző körű közösségek. Igen, hát azt tudjuk, hogy a színházi műveltséget sem otthonról hozza mindenki. Te kivétel vagy Kolozsvárokán, ugye a nagypapád a Kolozsvári Magyar Színházban volt Szabó mester, de nagyon sokan vannak úgy, akik szeretnék ezt kipróbálni, és ha értő kezekbe kerülnek, és gondoskodó kezekbe, és olyan tematika mentén tanulják ezt, akkor nyilvánvaló, hogy ez a későbbiekre is kihat. Igen, igen. Hát meg nagyon sok olyan példa akad, hogy valakinek még az önismerete nem eléggé cizellált, vagy felkészült, vagy kifinomult, még nem nagyon látja saját magát, esetleg nem képes megítélni, hogy mit tud megcsinálni. Ezzel elég gyakran találkozom még felnőttek esetében is, és ezek a legszebb pillanatok, amikor valaki szinte bizonytalanul megkérdezi mondjuk egy próba folyamat elején, hogy de biztos, hogy én erre képes leszek, úgy látod. És akkor mindig adunk kellő önbizalmat, én magam is, meg szerencsére a társulat tagja is,
és azok a legszebb pillanatok, amikor aztán gratulálnak neki a premiéren és a következő előadásokon, és ő maga sem gondolná, hogy arra a szerepre mondjuk képes lesz, és ilyen színvonalon megcsinálja, mint ahogy megcsinálja. És ez nem csak a kicsikre vonatkozik, tehát igen, mert a Prikulicsokról nyilván beszélünk, hanem a felnőttekre is, mert valahol el kell kezdeniük. Igen. Tehát bármilyen szerepkörben is teszik azt, amit tesznek, nyilvánvaló, hogy a jó szándék megvan. Adott esetben, ha a tehetséggel párosul, akkor már nem kell más, mint egy avatott értő szem és rendező, tehát egy olyan agy, aki megerősíti őket. Így van. Hát én pontosan ezért egy Szent Ágostoni idézetet választottam itt is a Bonis Bonára, amit én nagyon szeretek. Ugye, ami pont a hitről szól, hogy az igazi hit az, hogyha elhiszed, hogy mit vagy képes megcsinálni, és valahogy én mindig így is rendezek, hogy eleve elképzelem, hogy mit szeretnék csinálni, és utána hiszek benne, hogy én azt meg tudom csinálni. Nos, a kommunikáció is fontos ebben az értelemben, tehát megerősítés, hiszen azt tudjuk, hogy tematikusan teszed, amit teszel, megvan a metodikája mindenféle értelemben. Hogyan lehet megerősíteni ezeket az embereket, akik még most kezdik, hogy eljussanak valameddig? Tehát fontos a szakmai szó, a párbeszéd. A párbeszéd nagyon fontos. Azt, hogy most az a párbeszéd szakmai vagy nem szakmai, az teljesen emberfüggő, hogy ki mit igényel, mert van, akit először lélekben kell megerősíteni, és kevésbé szakmailag, és van, akit pedig állandóan szakmailag kell erősíteni, mert úgy látom, hogy arra van szüksége, hogy állandó visszacsatolásokat kapjon, szakmai visszacsatolásokat. Erre például nagyon jó egy fesztivál. Hogy nem csak tőlem hallja valaki, hogy abban a szerep milyen jó, hanem mondjuk egy másik színésztől, rendezőtől, vagy akár színi kritikustól, és tulajdonképpen mi csak ezért járunk fesztiválokra, mert egyébként egy nagyon bonyolult logisztikai feladat ma a mi életünkben ezt beilleszteni, hogy egy több napos fesztiválon részt vegyünk. De ez is kell, pontosan ezért, amit kérdezel, hogy a tehetségek megerősítésére, hogy mástól is hallják. És én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ebben az utánpótlás csoportban is minél több ilyen tehetségfejlesztő pedagógus megfordulna, mert ide olyan szakmai fejlesztő szakemberek kellenek ezekhez a gyerekekhez, ami én úgy gondolom, hogy egy befektetés a város részéről. Úgyhogy én nagyfolytában ezért rágom a polgármester úr fülét, hogy ezt tekintse befektetésnek, hiszen ez egy nagyon komoly tehetséggondozás. Szeretnék létrehozni egy filmes műhelyt is, úgyhogy most a média nyilvánosságát is kihasználom erre, hogy egy gyerekfilmes műhelyt, hiszen azt látom, hogy ezek között a gyerekek között, mármint aki hozzánk utánpótlás csoportra jár, nagyon sok olyan gyermek van, aki figyelemzavaros. Tehát nem tud sokáig valamire koncentrálni, viszont tehetséges. És úgy láttam, és ezt a tavalyi kísérleteinkbe is bizonyították, hogy a film egy olyan műfaj, amire képes ráadásul koncentrálni. Ráadásul sikert hozott tavaly, így van, ugye, így van. Tehát a legjobb irodalmi adaptáció díját nyerte az a diákfilm, amit létrehoztunk, de annak a kísérletnek az volt a lényege, hogy két másfajta formanyelvvel dolgoztunk fel egy Arany János balladát, egy filmes formanyelvvel és egy színházi formanyelvvel, pont azért, hogy a gyerekek lássák a különbséget. És látszott a különbség, hogy vannak olyan gyerekek, akik lubickoltak egyszerűen ebben a filmes műfajban, azért, mert nekik ez sokkal jobban feküdt, mint mondjuk a hosszadalmasabb színházi próba folyamat. Tehát így most ez nyilván kiegészítette egymást, hiszen a film jeleneteihez is kellett próbálni, de mégiscsak ott rövid etapokban dolgoztunk, nem pedig ilyen hosszabb, megterhelőbb figyelmet jobban igénybe vevő műfajban. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ráadásul a film, hogyha valaki készített már filmet, vagy el tudja képzelni, hogy a film képkockákból áll, a projekttípusú gondolkodást, a struktúrált gondolkodást is nagyban elősegíti, hiszen részterületekre kell bontanom a problémát. Tehát például egy probléma megoldási készségfejlesztésben a legeslegjobb módszer. Mert ha képre tudom bontani,
akkor a problémát is részterületekre fogom tudni bontani. És ezt nem csak a gyerekekkel való foglalkozás erősíti meg bennem, mint mondtam, az egyetemen is tanítok, és ott is végzek hasonló gyakorlatokat, kommunikációs tréningeken, illetve fejlesztő tréningeken, és ott is azt látom, hogy vannak olyan hallgatók, akik nem képesek a filmes formanyelven gondolkodni, nagyon nehezen megy ez nekik. Akkor viszont ugye a probléma megoldó készségükkel is baj lesz előbb-utóbb, valamint ugye a projekttípusú gondolkodással, tehát a munkahelyen is az időbeosztásával, az egyes feladatok megoldásával. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a kis gyermekfilmes műhely, ez egy nagyon-nagyon fontos tehetségfejlesztő befektetés lenne. Meg is kérdezte az egyik újságíró, hogy mit tervezek? Hát ezt tervezem, hogy ezt létrehozzam. Nyilvánvaló, eddig mindig megvalósítottad, amit kiterveltél. Igen. Egyértelmű, viszont ha megnézzük, ugye most ha elhagyjuk Boldizsár Pétert, akkor 1990-ben veled kezdődött minden, és azóta számtalan olyan grádicson kellett felfelé másznod a csapatoddal együtt, ami bizonyíték arra, hiszen most már azért egy más szinten van a Szabad Színház, tehát nem azt mondom, és ráadásul itt vannak ugye a Prikulicsok, akikről most már kell, hogy beszéljünk, ami én azt gondolom, hogy egy üde színfolt Székesfehérvár kulturális életében is, és hát van szerencsém végigkísérni, és nem csak a sikerek okán, de remek. Most például azt elárulom neked, hogy a forgószínpadnak, de ez mellékszál, de azért elmondom, hogy a Pánikot elküldtük, és nagyon-nagyon tetszett a szegedi színház műsorban, mert azt mondták, hogy ezen túl is várnak, mert ez más. Más, mint egy nagy színház. No, de akkor ugye beszéljünk a Prikulicsokról. Ez is egy hatalmas nagy ötlet volt, viszont egy ilyen ötletnek csak akkor van értelme, mondom én, ha ezt tisztességgel ugyanúgy, tehát a tehetségfejlesztő kvalitásaidat maximálisan kihasználva csináltok. Ugye a Prikulics, ezt azért felolvasom, egy sajátosan erdélyi lámlám, visszaköszön Erdély, alakváltoztató hiedelmény. Nos, tehát ezek az alakváltoztató hiedelmények, ezek a pici és nagyocska gyermekek rendkívül tehetségesek. Ez viszont nagyon kevés. Igen. Hát hála Istennek szájról szájra terjed a Prikulics társulat híre, és így előbb-utóbb tanítókon, pszichológusokon, szülőkön keresztül elterjed a híre, hogy hát itt mit csinálunk, illetve a gyerekekkel mit csinálunk, és hát nekem egy nagyon jó visszacsatolás volt az, hogy az egyik szülő mesélte, hiszen, mint mondtam, már a szülők is ismerik egymást, és összebarátkoztak, és most már arra is van példa, hogy egy szülő hoz három gyereket, mondjuk, vagy megbeszélik, hogy ki hozza a gyerekeket, ki viszi a gyerekeket, és hát egy ilyen alkalommal, amikor éppen jöttek, beszélgettek a gyerekek az autóban, és hát mesélte ez a szülő, hogy azt mondták a gyerekek, hogy én azért szeretek idejárni, mert itt mindenki más. És hát ez milyen érdekes. Vagy hogy a másik pedig azt mondta, hogy én meg azért szeretek idejárni, mert mindenki itt egy kicsit hülye vagy defektes, de mindenki más, hogy senki nem gúnyol ki senkit. Tehát nyilván annak a gyereknek a visszacsatolása az iskolában a másságból adódó negatív dolog volt, hogy ő másképp gondolkodott, vagy egy kicsit hiperaktív volt, mert hát ez is előfordul, ugye, vagy éppen figyelemzavaros és negatív visszacsatolásokat kapott, mondjuk ha 100%-osan teljesítő, a mi normánk szerint 100%-osan teljesítő gyerekhez képest, és akkor ő neki itt sikerélménye van. Valamint hát az a legjobb játék, amikor más bőrébe lehet bújni. Hogy például azon sokat nevetünk, hogy valaki milyen szerepeket kap, és akkor hogy játssza az öreg embert, vagy az öreg asszonyt adott esetben, hogyha egy-egy mesét dolgozunk fel, vagy éppen az idén most állatokat kellett megszemélyesíteni, és ezek közül is a legtöbb hal volt, vízi állatok, tavi állatok, mert a Tóvirág című mesét csináltuk, és ez is egy nagyon jó játék volt, mert a gyerekek közben megismerték a Herman Otto által leírt ismereteket az állatokról. Tehát komplex tudást. Igen, pontosan, tehát, hogy játszva tanulnak, vagy például
a gorziumi játékokon megismerik a római életformát, vagy éppen a középkori játékokon a középkori életformát. Most Várpalotán voltunk a Viadal napján, a Turi várban, és ott például egy teljesen más kort ismertünk meg, mint ami eddig volt szokás. És akkor megint megismerkedtünk egy másik történettel, mint amilyen mondjuk a székesfehérvári történet. És nagyon érdekes, hogy amikor látják, hogy gyerekek is vannak köztünk a közönség köreiből, akkor mindig vannak olyanok, akik ugyanilyen küldetéstudatból fontosnak érzik, hogy oda jöjjenek és elmeséljék, hát ha esetleg nem tudjuk, vagy főleg a gyerekek nem tudják, amit még ők adalékként hozzá tudnak tenni az ismeretekhez. Most is volt egy-két ilyen tőzsgyökeres várpalotai, aki például megmutatta a gyerekeknek, hogy az a kút, ami a vár udvarán volt, az tulajdonképpen egy menekülő útvonal, és elmagyarázta, hogy hova vezetne. Hát ezek nagyon izgalmas dolgok. No, arról beszéltünk, vagyis azokról a gyermekekről, akik már ott vannak. Viszont fontosak azok is, akik nincsenek ott. Egyszer mesélte nekem egy történetet, hogy egy református istentiszteleten láttál egy olyan fiút, aki úgy nézett ki, mint Harry Potter. Igen. Aztán csak szebb volt, ugye, valahogy így fogalmaztál. Igen. Nos, a tehetségkutatás most is fontos. Hogy? Tehát lehet jelentkezni a Szabad Színházban, hogy én Prikulics szeretnék lenni, és hozza a szülő és a gyermek, és bizonyos idő után majd kiderül, hogy odavaló-e vagy sem. Tehát van-e benne késztetés, kitartás, némi tehetség ahhoz, hogy megállja a helyét ebben a csoportban? Igen, hát nem elég tehetségesnek lenni, ez pont Orbán Viktor mondta a foci kapcsán, hogy amikor a Róma tehetséggondozásról volt szó, hogy nem elég tehetségesnek lenni, mert mögé kell tenni azt a tenni akarást is, és a családi támogatást is, ami ahhoz szükséges, hogy valaki professzionális szinten aztán ezzel tudjon foglalkozni. Tehát valóban az ügyes és a tehetséges gyerek között is már van különbség. Ezt egyszer pont a saját gyerekem esetében, akiből aztán profi zenész lett, kérdeztem meg a zeneiskola akkori igazgatónőjétől, Klári nénitől, aki zongorára tanította Danit, hogy mi a különbség az ügyes és a tehetséges gyerek között. És akkor azt mondta Klári néni nekem, hogy az, Juditkám, hogy az ügyes gyereknek mindig mondani kell, hogy gyakorolj, fiam, gyakorolj. A tehetségesnek meg sose kell mondani, az mindig gyakorol magától is. Na hát ez olyannyira igaz, hogy a színházra is ugyanígy igaz, hogy egy tehetséges gyerek szinte az első-második próbán tudja az egész szöveget, mert annyira érdekli, annyira leköti. Annak nincsen más a gondolatában. Ő azzal foglalkozik, abban él, és magáévá teszi a lehető leghamarabb a szöveget, a szerepet, és minden megszólalása, minden mozdulata egy teljes természetesség. És aztán még természetesen kell a család támogatása, hiszen hogyha nem tudják elhozni hétről hétre a gyereket, mert sajnos ilyenre is van példa, hogy van egy nagyon tehetséges gyerek, de annyira elfoglaltak a szülők, hogy minden második vagy harmadik próba kimarad a gyereknek. Az is egy nehézkes állapotot teremt, mert nyilván sokkal nehezebben tud haladni, mint ahogy haladna, és nem biztos, hogy lesz elég kitartása ahhoz, hogyha nem jönnek a sikerek. Mert akkor én mit tudok tenni? Nem tudok rá vezető szerepet bízni, hiába, hogy nagyon tehetséges a gyerek, de ha nincs ott, ugye minden második, harmadik próbán, akkor nem tud nagy szerepet kapni, mert akkor megakasztja a többiek munkáját. És akkor nyilván lehet, hogy a gyereknek sem lesz olyan sikerélménye, mert azt mondja, hogy hát én arra számítottam, hogy én kapom a főszerepet, igen, csak hát ahhoz meg ott kell lenni. Szóval nagyon sok szereplős ez a dolog, nagyon fontos a család támogatása is, és én ezért gondolom azt, hogy közösségben kell gondolkodni, hogy kell tudnom beszélni a szülőkkel is, nem csak a gyerekeket tekinteni tagoknak, hanem a szülők támogatása is nagyon fontos. Jön a közösség. Így van. És hiszen hogyha színészpalánta anyukák, színészpalánta apukák is fontosak. Így van, és hogyha a szülő megérti ezt, akkor fogja segíteni, és mindent megtesz annak érdekében. Sokszor nagyon nehéz, mert teljesen eltérő foglalkozású szülők
azt gondolják, hogy a gyereknek ez egy fellángolása, de hát látszik, hogy a gyereknél ez több, mint egy fellángolás, és nagyon nehezen békél meg vele, hogy hát most a gyerek majdnem a vállalkozást fogja folytatni, vagy nem mérnök lesz, vagy orvos lesz, vagy ügyvéd lesz, hanem hogy egy teljesen másik pályára készül. Ez is nehéz, ezt elhiszem. No, mire készültök? Most jön a nyár, azt tudom. Igen, hát mi nekünk azért a nyár sem eseménytelen. Most fogunk egy színjátszó tábort kezdeni, ahol nagyon érdekes feladataink lesznek, mert egyfelől fölkészülünk az országépítő negyedik Bélából és családjából, hiszen augusztusra majd egy utcaszínházi produkciót csinálunk szintén az utánpótlás csoport bevonásával, és hát ennek érdekében a motivumkincseket, az életformát, az akkor dívó európai színészi technikákat ismerjük meg. Ezen kívül pedig még egy nagyon érdekes feladatot is kaptam, mégpedig egy közös ismerősünktől, amelynek az a lényege, hogy hát ő egy olyan indítatást érez, hogy kellene egy ilyen mit illik, mit nem illik társadalmi célú reklámspot sorozatot csinálni a televízióban, de úgy, hogy ez érdekes legyen a gyerekek számára, mert hogy ő azt tapasztalja, hogy a gyerekek bizony nem hozzák otthonról magukkal az illemtankönyvet, és nem is a szerint viselkednek, és jó volna, hogyha egy kicsit lovagiasabban, vagy éppen egy hölgyekhez illően viselkednének a mostani fiatalok. És én azt gondolom, hogy ez egy jó felvetés, és úgy gondoltam, hogy ez a tábor megfelelő közösség és alkalom arra, hogy egy-egy esti beszélgetés során egy ilyen ötletbőrzét tartsak a fiatalok körében, hogy ők mit gondolnak erről, mikkel találkoztak, milyen esetekkel, és hát milyen szituációban lenne ezt jó megmutatni, úgyhogy ez derűs is legyen, ne legyen bántó, és figyelemfelkeltő is legyen. Úgyhogy most a táborban ezzel foglalkozunk. És aztán szeretnénk augusztusra felkészülni a koronázási ünnepi játékokra, valamint ősszel az első bemutatónk, az október 23-a köré szerveződik, Három Erdődi című kortárs szerző, székesfehérvári kortárs szerző Urbán Péter műve, amelyel október 23-ára készülünk. Köszönöm szépen, lesz dolgod bőven. Én is, és köszönöm még egyszer szépen. Gratulálok mindannyiunk nevében. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, hiszen Bóna díjat vehetett át Nagy Judit, a Szabad Színház és a Színtér Egyesület művészeti vezetője. Azt hiszem, hogy jó beszélni erről, jó egy kicsit megidézni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a Székesfehérvár színházi élet tovább gazdagodjon, közösségé váljon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!